Megkezdték a főutca virágágyainak gondozását a Gamesz munkatársai. A beköszöntött enyhe idő kedvez a metszési munkálatoknak, mint minden évben ilyenkor, jelenleg ezt végzik a szakemberek. A metszés a cserjék fiatalon tartását szolgálja, illetve a későbbiekben intenzívebb virágzásra ösztönzi a növényeket. Kemény mínuszok nincsenek, de még nem pattantak igazából meg a rügyek. Ilyenkor ez a legjobb időszak arra, hogy elvégezzük ezt a metszést. Vannak olyan növények, amit többől vissza lehet vágni, mint például az orbáncfű vagy a sudászsája. Ezeket talaj közelébe szoktuk elvágni, a többi növényt pedig attól függ, 4-6 rügyre metszük vissza. És hát vannak olyan növények, mint például a babérmegy vagy a kecskerágó, amit igazából alakító metszéssel próbálunk kellemesebb formába önteni. A metszés után a térről visszamaradt lomb kifújása, eltakarítása a következő feladat, majd ahol pusztulások történtek, a hiányzó cserjéket is pótolják. Ez főként a hortenziáknál figyelhető meg, tette hozzá a szakember. A főutca virágágyaiban főként fás szárú cserjék vannak, néhány fűfajta kivételével, melyeket szintén tövig visszavágnak, mivel az évelők jellemzője, hogy a földfelszín alatt és annak közvetlen közelében telelnek át, és onnan újulnak meg a jó idő beköszöntével.